A legfiatalabb természetjáró a túravezető Berec Sándor egyesületi elnök 5 éves kislánya, Évike, a legidősebb pedig a 65 éves magyar kanizsai Konc Sándor volt. A résztvevők magyar kanizsától Adorjánig a réten át, majd a tiszai töltésen tették meg az utat, és a helyi közösség épületében pihentek meg. Nagyjából a fél táv megtétele után is jól esett a pihenés. Nem volt egyáltalán nehéz, nagyon kellemes séta volt, nagyon jó érezzük magunkat, jó ez a kis szünet, és élvezzük, hogy kint vagyunk. A túrázók 17,5 kilométer megtétele után fél egy körül, mintegy 4 órás gyaloglást követően érkeztek meg a célállomásra az egyesületi elnök zentai gyümölcsösébe, amely már harmadik alkalommal adott otthont a gyalogtúrázóknak. A társaság a gyümölcsös zöld gyepszőnyegén és virágba borult fái alatt pihente ki az út fáradalmait, sütötte meg és fogyasztotta el az elemózsiát. A szabadkai Dózsa György már nem először vett részt a Magyar Kanizsai Egyesület túráján, ezúttal lánya Anita is elkísérte. Kétszer voltunk már Horgos Kanizsai túrán, és hát mind a kettő szép emlékbe maradt meg. Tavaly még tavaly előtt, a tavaly az kimondottan meleg volt, hogy ez volt a próbatétel. Szeretem az ilyen túrákat, de hát így amiket apukám is felsorolt ezeket az évi 4-5 helyeket, amik ilyen eseményekre szoktam eljárni, emígy pedig hát még keresem az alkalmakat, hogy hol lehetne most, ugye Szegeden tanulok, és akkor Szeged környéki túrákat is most igyekszem így megismerni, vagy feltérképezni, és hát így társaságot is gyűjteni, hogy ugye apukám, hogyha nem nincs ott Magyarországon, akkor másokkal így eljutni különböző helyekre. A rendkívül sikeresnek nevezhető gyalogtúra résztvevőinek egy része gyalog, egy része lovaskocsival, másik része pedig autóbusszal vagy saját szervezésben jut vissza Magyar Kanizsára, és már azon gondolkodnak, hogy hogyan vesznek részt az áprilisi rendezvényeken, amelyeket a Természetjáró Egyesület szervez meg.